Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit! Rég volt már ilyen főzőcskézős videó. Ezúttal palacsintát fogunk készíteni. Körülbelül egy hónappal ezelőtt készítettem el életem első palacsintáját, ami a tesztközönségnek tetszett. A tesztközönség az Regina volt, ugye, akit már korábbi videómban láthattatok. Ő ugye cukrász, és azt mondta, hogy teljesen jó a tésztája. Úgyhogy nem volt semmi probléma vele. Ezért úgy döntöttem, hogy csinálok ismételten, és akkor ezt majd lefilmezem nektek. Zablisztet fogok használni hozzá, itt van a zabliszt, és ugye kell még hozzá tej, tojás, olaj, és hol van olaj? Ja, már van a mikróban, kókuszolajat fogok hozzá használni, nagyon kevés olaj kell. Kókuszolajról, ha jól tudom, azt kell tudni, ha jól tudom, hogy nem lesz ilyen olajszag, tehát nincsen úgymond szaga, úgyhogy meg hát egészségesebb, úgyhogy ezért is. Aztán mi ásványvíz is kell hozzá, egy kevés, és ja, só, azt majd innen kiveszem mindjárt. És én még megbolondítom egy kevéske vanília aromával, remélem nem baszom el vele. De jó illata van, finom lesz. És mindezt össze fogjuk keverni egy ilyen készülékkel, nem tudom mennyire látjátok. Ki is húzom egy picit, egy pillanatra mutatom, hát egy ilyen műfasszal. Fogjuk egy ilyen Russell Hobbs-os műfasszal fogjuk összekeverni majd az egészet. Ugye vannak mérőpoharaim, úgyhogy igazából minden kellék megvan, úgyhogy lássunk is hozzá. Akkor itt van a só, az is megvan. Most már abszolút minden. Ugye ide kikészítettem az összes kelléket. Lássuk is, hogy mit ír a recept. 20 deka liszt. Hol a mérőpohár? Itt vannak a mérőpoharak. Ja igen, palacsinta sütő, klasszik palacsinta sütővel fogjuk ezt csinálni. Itt vannak a mérőporok, mondjuk ez egyelőre nem kell, ezt fogjuk használni, mert ezen van mindenféle, tehát ilyen gram, meg minden faszom. 20 deka, akkor 200 gram, ugye? Jól számolom? Várjál. Igen. Hú, az meg nehogy elbasszam. De rég volt másuli. Na, úgyhogy hozzá is adjuk, illetve be is öntjük ebbe a genyóba. Ó, bazd meg, persze, hogy sok lett. Hát nyilvánvaló, hogy sok lett. Nem is kicsit. Igen, még egy keveset leöntünk belőle. Aha, még egy nagyon keveset. Ez kb. Olyan 7 palacsintára lesz elég. Legalábbis múltkor valahogy úgy volt, 7 vagy 8. Ugye kell 2 tojás, azt így belebasszuk. Úgyhogy súgy, egyszer, hoppá, egy kis héja is belement, azt kivesszük. Azt kidobjuk. És akkor jöhet a másik tojás. Megpróbálom megint egy kézzel. Hát most itt nekem tartanom kell... Ah, faszom! Fúj! Ez most nagyon undi lett. Erre kivesszük a héját. Van még héja? Héja. Bazd meg! Ja, éreztem, ott volt. Ott volt. De nem az volt. Mindegy. Most leszorom. Jó lesz az, egy kicsit héjás lesz. De teljesen mindegy, úgyis összekeverjük, tehát az lehet, hogy ropogós lesz. 3 deci tej, aztán mi van még a 2 deci... Ja, igen, hozzáadjuk a... Kinyitom közben, hozzáadjuk az aromát. Hát én nagyon remélem, hogy nem baszom el vele. Hát fia, így bele az egészet, nem sok maradt, ennyi volt. Aztán tojás akkor már nem fog kelleni. Tej, az kell. Megpróbálom rögzíteni valóban a kamerát, mert ez így nem fasz a pillanat. Türelmeteket kérem. Na, úgy megy már sokkal jobb az egész, így már sokkal jobban látni mindent. Tej, igen, azt beszéltük, az mennyi kell? Meg is nézem közben itt a receptet. 3 deci tej. Jó. Ez is megvan. Akkor csipet só. Nem tudom mennyi csipet, hát faszom tudja mennyi. Most így ennyit beleszorok, szerintem ennyi elég lesz. 2 deci ásványvíz. Igazából mehet rá a tejre, mert úgyis egy helyre megy, ugye. Megvan 2 deci. Na. Hát ez még nem annyi.
Úgyni. Aztán még kell ugye a só megvan, tej megvan, tojás megvan, liszt. És akkor most jön, ma ami még nem volt, ezt el is indítjuk. Hát betesszük egy olyan másfél percre. Közben eddig nektek mutatom, jelenleg így nézünk ki. Esményzőre visszatesszük a kupakocskácskát. És akkor mindjárt jött ez a jó kis műfasz, amit még egyébként nem használtam soha. És hát nem tudom, hogy szétcsapok-e itt vele mindent, vagy nem. Közben szerintem amúgy elő lehet melegíteni a cumót. Ugye? Hát így. Ja, mondjuk ennek nagyon nem kell melegednie szerintem. Tojás se fog kelleni. És akkor itt már olvad bent a izé. És mennyit írt? 3/4. Ennyi volt? 3/4 deci olaj. 3/4 deci. Aha. Tehát akkor... Jó, nagyjából jó lesz. Szerintem nagyjából annyink is van a kókuszolajból, de majd mindjárt kiderül. Úgyhogy nagyjából most így nézünk ki. Remélem az ujjam nem volt benne az előbb. És láttatok mindent. Még ebből kicsit kicsapjuk. És akkor szerintem már jó is lesz. Ugye? Ó, nagyon jó. Hát forró. Hú, bakker, vissza is raklak ide titeket. Úgyni. És akkor belerakjuk ebbe. Hó, hú, ez nagyon meleg. Bakker, pont nem elég. Hát, akkor kevesebb olajat teszünk bele, ilyen baromi egyszerű a dolog. És hát tudom, elvileg úgy kéne, hogy így szépen adagolni hozzá, és akkor úgy el lehet keverni, és akkor nem lesz csomós. Hát remélem így se lesz csomós. Ezt még így kicsapjuk belőle. És esetleg még sima olajból lehetne beletenni, de ugye meg lehet olajozni alapból a sütőt is, majd a palacsinta sütőt is. Hát nem tudom, szerintem, na jó, egy picit teszünk bele. Nagyon keveset, egy új hegynyit. És szerintem ennyi elég is, untig elég bele, majd még maximum egy picit teszünk, és akkor lássuk, hogy mit tud ez a műpénisz. Aha. Kever. Na, hát igazából jó lesz, szerintem ennyi. És nem lett csomós. Na most ugye nyilván lehet azt mondani, hogy hülyén csinálom, faszul csinálom, szarul csinálom. Múltkor is kb. Így csináltam, annyi, hogy akkor még ez a műfasz nem volt meg. Hát akkor én remélem a másik neki futásra jobb lesz. Most teszünk alá egy csipetnyi olajat. Ennyi szerintem bőven elég is lesz. Ugye? Azt mondják, hogy csak az elsőnél kell. Ubbad meg, ez meg kifolyik. Nagyon kevés még kellene bele. Hát, nem volt nagy okosság kókuszolajjal csinálni, nem tudom, mi lett a baj, aki tudja. És az nem ér az a komment, hogy azért nem sikerült, mert fasz vagy. Mert az nyilván egy... Nyilván hátrányból indulok emiatt. A főzőcskézésnél. Ó, bazzeg, ez meg nyakig olajos lett. Hát ez nem igaz. Legalább nem fog beleragadni mondjuk. Jézusom, nézzétek milyen csúnya! Az, meg egy picit ott rácsapunk. Ne bassz, hogy megmaradt mégiscsak egy izé pukli. Kurva életbe! Na, hát... kész, szerintem ezt hagyjuk. Hülyeség volt azt az egészet elkezdeni. Nézzétek, a tükörtojás új serceg. Bazd meg. Na, jó van. Kösz, és bocs a sok káromkodásért, csak hát mint minden jó szakás, meg mint minden jó autószerelő, nézd meg, hogy felpuffad. Azt figyeld. Tehát mint minden jó szakás és autószerelő, én is káromkodok. Úristen, nézd meg, jön fel. Ajaj, baj van. Pú, ez nagyon szar lesz. Nagyon remélem, hogy nem vettem el senkinek a kedvét a
főzéstől, illetve a videónézés, kicsit kimegyek, mert kurva meleg van a konyhában. Szóval nagyon remélem, hogy nem vettem el senkinek a kedvét a videóim nézésétől, illetve a palacsinta készítéstől. Tele lett a tököm. Tehát igazából kettő palacsinta sikerült így, a többi az a földre. Mert beleragadt, meg minden volt, ez is nézzétek meg. Csináltam a végére, gondoltam, csinálok egy ilyen giga palacsintát. Ezt még kiszúrjuk. Hát ez nagyon tré lesz. Ez nagyon tréfás lesz. Szerintem az alja az már telibe oda is égettem úgy. Nem tudom mi legyen. Oh, menj már! Basz meg, az olaj ráment a lábamra! De faj! Na tessék, úgy néz ki, hogy a giga palacsinta a végére azért csak sikerült. Úgyhogy, hát ennyi. Ez a videónak az lesz a címe szerintem, hogy elbaszott palacsinta, vagy valami ilyesmit kitalálok majd. Nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet. Tartsatok velem legközelebb is. Hát, mint látjátok, főzős videók ezért nem voltak eddig, és valószínűleg ezek után se nagyon lesznek. De ha tetszett nektek, akkor esetleg lehet, hogy lesz majd még valami. Megpróbálkozok már legközelebb is. Én szívesen megpróbálkozok palacsintázással, ez a másik palacsinta készítésem volt. És az első az teljesen jól sikerült. De lehet, hogy csak ilyen kezdők szerencséje, nem tudom. Na mindegy, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
És jó lett. Úgyhogy remélem most is jó lesz. Nagyjából már nem fogom nektek végigmutatni, hiszen innentől kezdve már csak annyi, hogy ráöntöm arra a genyóra, és kell hozzá, tényleg mint a szembe, kell hozzá egy merőkanál féleség, ez teljesen optimális lesz arra a célra. De jó csattan. Úgyhogy nagyjából a finishbe értünk, még az első kettőt megmutatom nektek, hogy az hogy néz ki, milyen lesz. És akkor utána szerintem jó étvágyat mindenkinek, úgyhogy lássuk. Na most ugye ott már előmelegítettük, sokan azt mondják, hogy nem kell olajat tenni már ilyenkor, mert ugye már elég olaj van benne. Hát most megpróbáljuk úgy, mert én múltkor tettem bele olajat. Bazd meg, ez nagyon szar lesz így. Kell alá olaj szerintem, nem? Azt a mindenit. Azt figyeljétek. Jézus Mária, mitől ilyen hízagos? Kéne talán olaj alá. Na jó, még egy picit hagyjuk. Nem kell maxra tenni igazából, csak úgy kvázi minimálisan. Ja, fogunk tenni alá olajat, mert én remélem ez nem ragad bele. Ja, egy picit ebből teszünk majd. Csak ide majd kicsapjuk, hogyha kész van. Illatra egyébként teljesen jó. Úgyhogy... Hát reménykedem, hogy nem ragad bele, mert hogyha beleragadt, akkor ezt mire innen kiszedem, addigra megcsinálok 8 videót, hallod, és a YouTube 90 videómat tiltja le. Ó, bazzeg. Most egy kicsit izgulok. Olajat kellett volna alá tenni egy nagyon picit. Ó, basszus. Na most nem tudom, ez kész van-e már, szerintetek? Hát nem tudom. Szerintem kész. Ah, gyere ki! Ne! Bassza meg, beleragadt! Kurva élet! De meleg. Ja, beleragadt. Úgyhogy most ezt egy pillanatra leállítjuk. Hát ne úgy csináljátok, ahogyan én. Tehát tegyetek alá olajat. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Megint elbasztam. Ugye múltkor meg itt lángra kapott a tészta, vagy mi volt? Azt hiszem tészta volt. Vagy valami, ami így lángra kapott. Hát most meg ezt basztam el. Nézd meg, beleragadt a kurva életbe. Hát köszönöm szépen a figyelmet, mire én ezt innen kiszedem. Fasza. Bakker. Na jó van, köszi srácok, sziasztok!